A vidékfejlesztési program keretében a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére is lehetőséget biztosított a program, és a miniszterelnökség fontosnak érezte, hogy kifejezetten a kis gazdaságokat, a kis üzemeket támogassa. Alapvető feltétel volt az, hogy az éves árbevételnek, illetve termelési értéknek 3 és 6 ezer euró között kellett lennie, és azt a vállalást is meg kellett tennie a gazdálkodóknak, hogy ezt a termelési értéket a gazdálkodás negyedik évére ezen 6 ezer euró fölé viszik. A fóliaházas zöldségtermesztők is adhattak be pályázatot erre a konstrukcióra, amelynek keretében lehetőség nyílt a tevékenységük fejlesztésére, a termékskálájuk bővítésére, illetve versenyképességük fejlesztésére. Értelemszerűen olyan pályázatokat támogattunk, amelyek innovatív módon akár új termékeknek a termesztését is lehetővé tették a fóliaházakban. 95 óta gazdálkodunk itt a családommal, kezdetekben burgonyát hajtatva is szabadföldön termesztettünk, de ezt a termesztési módot ezt inkább bevittük 12-es fólia nagy vázak alá. Jelenleg zellert, cukkinit, konzervburkát, később ebbe kápiapaprikát, fehérpaprikát termelünk. Körülbelül 15 éve termelünk paprikát, és ez a régi hajtatóházakban azt eredményezi, hogy talajuntság következik be. És ezért ettől az évtől kezdve elemeltük a talajtól a termelést, vödrös termesztésre álltunk át. Kicsit látszódik is, hogy a növény megváltozott, erőteljesebb, jobban táplált. De ez egy drága megoldás. Ezért próbáltuk meg a pályázat útján fejleszteni a gazdaságunkat 15 darab 125 négyzetméteres növényháza, ami egy teljesen új területre kerül elhelyezésre. Ezen a területen a vidékfejlesztési program segítségével 2000 négyzetméteres fóliatelep fog épülni. Ez a fóliatelep öntözésbe, fóliaborításba egy modernebb megoldást fog képezni. Nem kell annyit locsolnunk, és ezt a fóliatelepet könnyebben át tudjuk helyezni esetleg egy másik területre, ha előfordul újra az, hogy talajuntság lép fel. Ez a fóliatelep egy új termelési biztonságot fog nekünk adni, mert nem leszünk kitéve az időjárás változásoknak, a klímaváltozásnak, jégesőknek, viharoknak, mint a szabadföldi termesztésben, ami egy nagy kockázatot jelent.